A megemlékezés a Brauswetter, azaz az Órás villakertjében kezdődött, ahol a helyi Tilinkó Luca horgosi népdalokat adott elő, Csonka Ferenc pedig hegedűn kísérte. És így gyűjtött horgosi dalokat, ami szerintem horgos egyik legnagyobb kincse, és nagyon szeretem ezeket a kincseket tovább adni másoknak. És hát a lényeg az, hogy folyamatosan mutassuk át a többieknek, hogy mi is az a népzene, és hogy horgosnak is rengeteg népzenéje van, népdala van, amit ugye Bartók Béla gyűjtött itt fent a teraszon. Az Órás villa kertjében jegyezte le Bartók Béla a Kedves Édesanyám című horgosi népdalt is, így minden évben itt emlékeznek meg a zeneszerzőről, népzenekutatóról. Az Órás villát 1890 környékén építették Brauswetter Otto irányításával, ma pedig szintén horgost ékesíti és fényesíti ez a villa, melyet a Halász család tart életben és életet. Minden évben kijövünk ide az Órás villa kertjébe és megemlékezünk Bartók Béláról, az ő gyűjteményeiből, énekel nekünk Tilinkó Luca és Csonka Ferenc. Azt hiszem, hogy fontos számunkra életessük ezt a hagyományt, és legalább egy évben egyszer ilyenkor is szeretünk áttegyük. A program a Művelődési Házban ért véget, ahol Torok Orsolya népdalénekes és a Horgosi Bartók Béla Művelődési Egyesület népművészei léptek színpadra.